Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, nézzük a bűvölet, az Örökség című film bemutatóját. Az Örökség egy 1996-os film rebootja, illetve folytatása. Nem tudom hányan emlékeznek az eredetire, nálunk annak idején nem mutatták be moziban, de egész sikeres volt VHS-en. Azonban Amerikában sokkal népszerűbb volt a 96-os változat, és még némi kulcs státusza is van. Megmondom őszintén, hogy ennek az okát nem biztos, hogy teljes mértékben értem. Én most direkt újra néztem az eredeti mozit, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem egy rossz darabról van szó, de nem is igazán kiemelkedő. Ugyanakkor magam is meglepődtem, ugyanis azt feltételeztem, hogy a sikoly hullámnak köszönheti a bűvölet a sikerét. Amikor utána néztem, azonban kiderült, hogy a bűvöletet előbb mutatták be, mint a sikolyt, igaz nem lett túl sikeres. A 90-es évekre jellemző tini horrorokhoz képest mindenképpen van néhány érdekes dolog a bűvöletben eleve az, hogy a film főszereplői lányok, illetve maga a struktúra is elsősorban lányoknak szól. Ez nem igazán volt jellemző a 90-es évek tini filmjeire. Emellett azt is el kell ismernünk, hogy a 96-os filmben nagyon jó karaktereket kapunk, és színészeket, és nagyszerű muzsikákat. Ellenben azt elég egyértelműen kimerem jelenteni, hogy annyira nem erős ez a mozi, hogy szüksége lenne egy ribútra. No de a Sony úgy gondolta, hogy van ebben pénz, úgyhogy lássuk, mit hozott ki belőle. Először is, sztori tekintetében, aki ismeri a 96-os filmet, olyan túl sok újdonsággal nem fog találkozni egészen a film feléig. Utána az alapot határozottan megbonyolítják, ami egy bizonyos szinten még jót is tehetne a filmnek. Hiszen amikor a filmes világ már szinte csak a ributokról és a remékekről szól, akkor azt is meg kell becsülnünk, ha nem szimplán újraforgatnak egy mozit. Röviden leszögezném, az örökség nem sikerült egyáltalán jól, de nem áll olyan borzasztóan messze az eredeti alaptól, amiből kiindultak. Azért azt meg kell jegyeznünk, hogy az eredeti filmet is éppen csak egy picit tartják jobbnak a közepesnél. Úgyhogy ennek tudatában próbáljuk megvizsgálni, hogy mi a gond az örökséggel. Számomra az egyik legnagyobb probléma, hogy a 96-os film négy boszorkányról szólt. Ehhez képest az új mozinak van egy főszereplője, és mellette három lány, akikről kb. semmit nem tudunk meg a filmben. A 96-os filmnél mind a négy lány esetében megismerkedhettünk a családi háttérrel, a motivációjukkal, illetve azzal is, hogy miért akarnak boszorkányok lenni. Ez a vonal az új mozi esetében teljesen elmaradt, kizárólag egy főszereplőre koncentrálnak. Tény, hogy a történet szempontjából a másik három boszorkány nem tölt be fontos szerepet, de a nézőt sem érdekli igazán, hogy mi történik velük. Az eredeti filmhez képest a mágia is mindenképpen másképpen jelenik meg az új moziban. Így sokkal inkább olcsó bűvésztrükköket láthatunk, nem pedig kacérkodást az ördöggel. Ennek is köszönhető, hogy az új bűvöletből szinte teljes mértékben kiveszik a misztikum. A filmben lévő konfliktusnak teljesen más a forrása, azonban túl későn bontakozik ki. Mondhatnám azt is, hogy az örökségben van egy nagyszerű csavar, de teljes mértékben kiszámítható. Ráadásul itt ki kell térnem arra, hogy igaz, hogy a forgatókönyvírónak volt egy jó ötlete, de nem gondolta tovább. Gondolok itt arra, hogy csak simán bedobott egy csavar, de ennek a hatásával, illetve a felvetett új kérdéseivel nem foglalkozik. Ennek kapcsán felmerült bennem az a gondolat is, hogy elképzelhető, hogy ebből a filmből viszonylag sokat kivágtak. Nyilván a jelenlegi covidos időszakban ennek számos oka lehet. És elképzelhető, hogy a vírushoz kapcsolódik az is, hogy ugyan nem láthatunk a filmben túl sok effektet, de ahol van, ott borzalmas a CGI. És ami röhely, hogy ebben a tekintetben a 96-os film is ótvarul nézett ki, mégsem annyira zavaró, mint itt. Színészek tekintetében egyedül a főszereplőt tudnám kiemelni, az összes többi alakítás felejthető. Az örökség egy fura hibrid, elméletileg ribú, de egy kameónak köszönhetően inkább folytatás. Az elmondottak ellenére mégis azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma ezzel a mozival, hogy teljes mértékben feszültségmentes. Ami miatt mégis azt mondom, hogy nem teljesen nézhetetlen, az a 96-os film. Ugyanis az örökség rossz, de nem annyira, hogy akik bírták a 96-os bűveletet, azok számára nézhetetlen lenne. Sok minden hiányzik belőle, főleg a nosztalgia, illetve a 90-es évekre jellemző íz, de a sztori szintjén hozza azt, ami elvárható. Tény, hogy az örökség semmilyen szinten nem tudja megindokolni, hogy miért kellett, hogy elkészüljön, de ha mondjuk muszáj megnézni, akkor azért annyira nem zavaró. De ha valaki a nosztalgiát keresi, akkor azt javaslom, mindenképpen vegye elő újra a 96-os változatot. Én a magam részéről összességében 40%-ra értékelném a filmet. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!